Az Ócsai Vígasság aktívan vette kezdetét a reggeli órákban, ugyanis 8-tól lehetett regisztrálni a futóversenyre. Az utólagos összesítés alapján 195-en neveztek és teljesítették a távot. A bemelegítést Torma Zoltán vezényelte a színpad előterében, majd 9 óra 15-kor elrajtolt az 1,8 kilométeres futás. So tell me now, when every star falls from the sky and every last star in the world. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. 12. Városi Vigasság városi futásán az alsós fiú kategóriában harmadik helyen végzett Bóka Balázs. Második helyen végzett Balázs abszolút 11., abszolút 6., fantasztikus eredmények. Rosszik György, nagyon hogy nézd velünk, Julika. És fantasztikus abszolút 5. helyen az alsó fiú kategória első helyezettje, Hajdú Erik. Alsós lány kategóriában harmadik lett Poprádi Anna. Második Papp Liliana. És az alsós lány kategória győztese Angalét Krisztina Pille. Gratulálunk, lányok! Felsős fiúk következnek. Felsős fiúknál harmadik helyen végzett a küzdősportos, dobóatléta, kézilabdázó, ezek szerint utcai futó is, Szakács Zsombor! Második nagyon nagy örömünkre Kovács Barnabás! Azért mondtam, hogy nagyon nagy örömünkre, mert ötödikes a fiatalember, akár mekkora is. És a felsős fiú kategória győztese, és ne zavarjon meg senkit, hogy már elballagott tőlünk, de az évszám számít, tehát 2003-os Jánoskánk, tehát fiatal, hiába már a hengersorba járt, de még általános iskolás kategória. Tehát a felsős fiú versenyszám győztese Pesti János. Pesti Miki. És az ötödikesek nagyon ott vannak, mert a felsős lányversenyt egy ötödikes nyerte, nem más, mint Szető Hanna. Gratulálunk, lányok, további sok sportsikert kívánunk. Középiskolás fiúk következnek. Hát itt a középiskolás fiú sorrend megegyezik az abszolút sorrenddel is. Tehát abszolút harmadik, középiskolás harmadik. Boncsarovszki Balázs! Abszolút második, középiskolás második. Tóth Gyula! És mondhatjuk, hogy bejött a papírforma, ami évek óta az UFO-k, az Ócsai Gimnázium, az Vinyi Matematika verseny és nem tudom milyen versenyek képviseletében. A versenyszám győztese, abszolút győztes is. Hajdú Ákos!
Gratulálok, uram! Középiskolás lányok következnek. Itt harmadik helyen végzett Huber Vanessa. Második Halmosi Luca. És a középiskolás verseny győztese, akinek nagyon kell sietnie, mert rögtön foci meccse van, de birkózó edzésről jött, Kardos Zsófia. Feltörtünk egy kicsit felnőtt férfiaknál, a harmadik Koldosi Dávid. Második településünk, valamikor volt legnagyobb gerek. Schuller Gábor! Gondolom a másikat is, mert valami. Nagyon rossz hatással vagyok a mikrofonokkal. És a felnőtt férfi kategória győztese Tóth Zoltán. Gratulálunk, uraim! Csak így tovább. Felnőtt nő, harmadik helyen végzett Kisné Polgár Viktória. Az UFO képviseletében természetesen. Második Gáné Tóth Krisztina. És nagyon furcsa ezt kimondani, a felnőtt női győztes, Boncsarovszki Brigitta! Gratulálunk, hölgyeim! Senior férfiak következnek, harmadik helyen, abszolút 28. harmadik senior férfi, Ordasi János! Majd megkapja az érmét. Köszönöm szépen! Második helyen végzett Gészi Csaba! És ha jól emlékszem, már nem először a senior férfi kategória győztese Szőlősi János! Ugyanebben a kategóriában a hölgyek között harmadik helyen végzett Szabó Szilvia. Szőlősi család mindig is éremhalmos volt. Második helyen Szőlősiné Balló Mónika. És tarolnak az UFO-k szokás szerint. Kategória győztes Máté Mónika. Gratulálunk mindenkinek, 195-en futottak, picivel kevesebben, mint szoktak, de közel 200 futóval, nagyon szép helyezéssel, minden résztvevőnek, minden helyezetnek gratulálunk, és folytatódjanak tovább a programok. Köszönjük szépen! 12 évvel ezelőtt indult ez a rendezvény a település várossá válásának alkalmából, és azon az elmúlt 12 évben mindig jobb és jobb lett, fejlődött és fejlődött. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az egész korosztály, tehát a lakosság teljes korosztályát magában foglalják a programok, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Nyilván nap különböző időszakai van, másnak és másnak szól egy-egy program. Hát esetleg most annyiban csinálhatunk propagandát a városnak, hogy az elmúlt 12 év alatt nem csak ez a tér változott, hanem nagyon sok minden a városban. Hát igen, ugye azért is került ide, mert itt volt egy régi épület, egy pékség, azt elbontottuk, bár nem ez a végleges állapot, ami most van, ennél sokkal szebbet és jobbat szeretnénk, de hát pályázunk és keressük a forrást.
valóban onnan, hogy a település város lett, sok minden lehetőség megnyílt előttünk, és hát az elmúlt években azért szinte egy új óvodát építettünk, egy bölcsödét építettünk, felújítottuk a gimnáziumot, a szabadidőközpontot, most fejeztük be nemrég az általános iskola energetikai korszerűsítését, jelenleg folyik a polgármesteri hivatal szintén energetikai korszerűsítése, úgyhogy igyekeztünk minden alkalmat megragadni, amivel a város tovább tudjuk fejleszteni. Persze, nyilván ahányan vagyunk, annyiféle igény van a lakosok részéről, megpróbálunk mindennek eleget tenni, és ahogy erőnkből telik, azt véghez visszük. Hát muszáj megkérdeznem, de mibe kerül ez a városnak egy-egy ilyen rendezvény megszervezése, vagy egy ilyen városnap megrendezése? Erre szoktak egy üzleti titok. Nyilván a költségvetésben elhatároltunk egy durván 6 millió forintot. Az Eglési Gábor Szabadidőközpont szervez egyébként a rendezvényt, és amit ő még mellé tud tenni, a mellé kell tenni. Ugye azért a délelőtt, ha lehet azt mondani, hogy olcsóbb, és akkor ilyen sportversenyek vannak. Ma délt is most itt egy élő csocsó van, ez egy újdonság. Aztán ugrálókötél maraton lesz, majd pedig ilyen kis motoros bicikli verseny a kicsiknek. És majd délután 2-től éled a színpad helyi fellépőkkel, és aztán, hogy haladunk előre az időben, úgy jönnek a nevesen fellépők, ma is mondjuk majd Rácz Gergő, a Bombon, a Junik, és hát a tűzjáték után az est fénypontja az Irigy Hónajmér így lesz. Az élő csocsó bajnokság sok résztvevőt és még több nézőt vonzott a délelőtt folyamán. Zita, ha lehet így mondani, neked ez az első ócsai vigasságos rendezvényed, mióta itt dolgozol az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. Mik a tapasztalataid, vagy mennyire előzte meg izgalom ezt a szervezést? Hát valóban ebben az évben minden az első ebből a szempontból. Hát nagyon hosszú előkészület előzte meg ezt a rendezvényt. Mondhatjuk úgy, hogy több mint fél éve készülünk, sőt, hát van olyan fellépő, akit már januárban le kell foglalni ahhoz, hogy tényleg megkaphassuk erre a napra. Például az Irigy Hónajmér így is egy ilyen volt. Egyébként annyira sokrétű a rendezvény, hogy valóban az egész szabadidőközpont, tehát minden dolgozó keményen kivette a részét, hogy ez úgy sikerüljön, ahogy azt szeretnénk, minden a helyén legyen. Ennek ellenére biztos, hogy vannak hibák, de nem baj, ez ettől szép és ettől jó. Készültünk újdonságokkal a tavalyi évhez képest, ilyen például az élő csocsó bajnokság. Úgy látom, hogy nagyon sikeres, nagy sikere van. Szerettük volna, ha a délelőtt egy kicsit a sporté lehet, a sport lehet a főszereplő. Így kitaláltunk egy olyat is, hogy például mi lenne, ha ugrókötél maratont rendeznénk, és meglátjuk, hogy ki bírja tovább, ennyi lenne a szlogán, tehát ez lenne a lényeges. És hát gyakorlatilag délelőtt mennek a főzések, tehát a főzőverseny az továbbra is zajlik, mint tavaly is, civil szervezetek, baráti társaságok, sőt, hát a Nagyéb is például itt van. Illetve nagyon fontos elmondanom, hogy a Biofungi támogatja a főzőversenyt, és gombás ételekkel lehetett nevezni. Ennek majd egy órakor lesz az eredményhirdetése. A délelőtti órák azonban nem mindenkinek szóltak a mozgásról, hiszen sok csapat nevezett a főzőversenyre, és próbálta a legfinomabb étellel lenyűgözni a zsűrit. A mi csapatunk a Nagév Cin Kaizen csapat, és a fiúk azon belül, mert kettő csapattal jöttünk ki. Uha. Két különböző ételt főznek? Hát talán még hármat is, a lányoknál is körül kell nézni. A mi ételünket úgy hívják, hogy cinkes pörkölt. Uha. Cinkes pörkölt. Még nincs teljesen kész, de már a vége, finishben vagyunk. Mi van benne? Van benne disznócomb, meg ami kell hozzá, hagyma, háromféle szalonna, és hát a gomba kerül még bele. Ha már ez volt a cél. Az még nincs benne. Aha. Az majd a finishben? Igen, igen. Hát a legvégén. Az kell, az lesz a csúcsa. Ez jelentett egyébként nehézséget, hogy gombás ételt kellett főzni? Hát szerintem csak egy plusz kihívás, de nagyon jó ötlet, hogy legalább ezzel is támogatva van a rendezvény. Nagyon jó. Na, akkor majd megkóstoljuk. Köszönjük szépen. Várunk mindenkit rá. Köszönjük. Köszönjük.
És akkor itt ezt a feliratot magyarázzuk meg, hogy mi ez a Kaizen felirat? A Kaizen felirat ez egy folyamatos fejlesztést jelent. Mi cégünknél is most kezd bevezetésre kerülni. Különféle csapatokat állítunk össze, és mindenki szerepel ebben a fejlesztésben. Mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, értékeljük, és ha olyan ötleteket adnak, ami bevezethető, akkor bevezetjük. Na, és akkor nézzük meg, hogy mi fő az üstben. Az üstben mi egy stroganov csirke mellett fogunk főzni. A csirke, mert az már elkészült, az odébb van. Egy tejszínes körettel, illetve rizs lesz hozzá tálalva. És akkor ebben már benne van a gomba, uborka. Uborka, így van, hagyma. A csirke mellett külön kisütöttük ki, megpirítva megfőztük végül is. Össze lesz ugye majd keverve a kettő, és tejszínes habarás lesz rajta. És akkor ezek így saját receptek, vagy ez is ilyen közös produktum? Hát ez egy közös, ilyen kicsit olvastunk is utána, próbáltunk sajátot is, de azzal nem féltünk volna bele az időbe, úgyhogy inkább egy egyszerűbbet választottunk. Inkább ki mit tett hozzá? No. A lelkét. A lelkét, így van. Amit tudunk, mindenki hozott bele mindent. Úgyhogy mindenki tényleg a lelkét belerakta a főzésbe, úgyhogy ez tényleg csapatmunka. Szeretném is megköszönni mindenkinek, mi először vagyunk kint, hogy ilyen lelkes kis csapatunk jött össze. Munkatársak is jöttek, akik csak szurkolnak nekünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük. Köszönjük. Sok sikert. Köszönjük. Mi a csapat neve? Kicsi csapat. Igen, hát ha két személy, és akkor valóban elég kicsinek számít. Milyen ételt főznek? Fantázia nevet kapott, főtt tojás, gombaágyon, galuskával. Honnan jött az ötlet? Mi már régen készítjük ezt az ételt, csak bográcsban még nem főztük, úgyhogy ez most nekünk is újdonság. Igen, ez most itt hallottam többektől, hogy az, hogy gombának kell benne lennie, az igen. Van, akit elriasztott, mert igen. Ez nehéz főzni? Több türelem és több tapasztalat kell hozzá szerintem. Mikor kezdtek hozzá? 9:30-kor gyújtottunk tüzet. És akkor délre kész lesz, gondolom? Igen,
Igen, de két félét főzünk, úgyhogy ő mást főz. Mi a másik? Marhapofa gombával és túró fánkkal. Hát akkor sok sikert kívánunk, vele nézhetünk a bográcsba. Természetes. Igen. Nagyjából 10-12-en mondjuk, ez egy baráti társaság, és gondoltuk, hogy főzünk egyet, hogyha már ilyen szép időnk van, ezért kijöttünk, úgyhogy eddig mi az, főzünk. Ami benne van a bográcsban? Hát eddig az alapok vannak, ez a klasszikus alap, ugye ez a hagyma, paprika, paradicsom, egy jó hosszú levet szeretnénk csinálni, és utána majd egy havarással elkészül a klasszikus balkoni sertés ragú. A gomba ott fel van vágva, várja, hogy bekerüljön majd, de először még majd a húst fogjuk berakni, ez egy kapott egy ilyen fokhagymás teljes pálcot, hogy minél jobban megpuhuljon, és ilyen csíkokra van vágva, klasszikus sertés ragú módjára. És valakinek a szakmájába vág a főzés egyébként? Nem, senki nem tud főzni, úgyhogy ezért vicces ez egyébként, mert nem tudunk főzni, de nagyon lelkesek vagyunk. Na, hát akkor úgyhogy valószínűleg ez jó is. A lelkességünk benne lesz mindenképpen, úgyhogy jó is lesz az étel szerintem. Úgyhogy rajta vagyunk. Gondolom a főzőversenyre nagy reményekkel indultok. Persze, nagy reményekkel indulunk, bár egyébként amilyen, akármilyen lesz az étel, biztosan el fog fogyni, mert itt azért van egy csomó éjszáj, úgyhogy valószínűleg ebből nem lesz probléma. Mindenki ócsai? Mindenki ócsai, igen. Igen. Ja, igen. Mi vagyunk a csapat? Nem igazi csillag lenne belőlem, nem igazán nagyon képen az égen. Éjféltájban sejjelhaj, megkerülném az eget, akkor tudnám, hogy a babám kit szeret. Éjféltájban sejjelhaj, megkerülném az eget, akkor tudnám, hogy a babám kit szeret. A csillagok, ha beszélni tudnának, a mi készül itt ezen a tárcsán? Mi is készül, Ilonka néni, segítség, légy szíves! Ilonka néni jön segítségül, úgy hallom. Gombás pulykamellfalatok székely módra. És az milyen lesz? Hát az finom lesz. Hát titok, azt nem áruljuk el a receptet. Most még egyelőre, majd ha nyerünk, akkor legfeljebb. Akkor talán. Hányan vannak a csapatban? Hát itt most jelen, nagyon sokan vagyunk, csak most ennyien főzünk. Igen. És akkor önök itt laknak Ócsán? Ide települtek, és székelyföldről jöttek? Székelyföldről jöttünk, itt lakunk már nagyon régóta, 30 éve. Meg 15. És kikből áll a további csapat rész?
Hát pánkodással vettük még a Székelykapu Baráti Társasága az elcsatolt területekről ide költözött kárpátaljai magyarokat is, tehát körünkbe fogadtuk, és így együtt képezzük az itteni Ócsai Székelykapu Baráti Társaságot, tehát ők is. Egyik tagunk például ő is. Szoktak egyébként más rendezvényeken is összejönni, vagy találkozni? Minden rendezvényeken képviseltetjük magunkat, és aktív résztvevői vagyunk az ócsai eseményeknek. Most itt egyelőre csak hagymát látok. Hát igen, hagymát, de már egy része elkészült, mert kétféle gombából készítjük. Egyik a barna héja, ott hagytuk rajta, a másikat meg meghámoztuk. És ezért a kettőre osztottuk. Hát ez már elkészült a hagymás, de a barna gomba volt, és ezt nem hámoztuk meg, erre meg a hámozott része kerül. Ez könnyebbség vagy nehézség volt ez, hogy gombás ételt kellett főzni? Mert itt mondta valaki, hogy azért nem indultak, mert nem tudnak gombát főzni. Azért Erdélyben ez nem olyan nagy baj. Nem, hát nagyon sokféle gombából készítünk, nagyon sokféle. A tavaly például rókagombát készítettünk puliszkával, és második helyezettek. Igen, második helyezettek. Hát akkor lehet, hogy most is dobogós helyen. Legyen úgy, köszönjük szépen. Legyen. Akkor megkérlek téged, hogy fáradjon a kis csomaghoz, és egy sorséget húz ki. Igen, az jó lesz, hogyha nem nézzük oda. És akkor mondjuk be a számot. 20. Rózsaszín 20-as. A rózsaszín 20-as jegynek a gazdáját keresünk, aki megnyeri, szerintem időrendi sorrendben is, nem időrendiben, hanem nagyságbeli sorrendben haladunk, a 10.000 forintos sportutalványt. Jó, azért elkérjük, megnézzük, leellenőrizzük, hogy valóban miért. Így van, kérek egy bemutatkozás. Fábián János. Ilyen, gratulálok nekem, engedj meg. Mit sportolsz egyébként? Futni szoktam időnként. A munkahelyre? Hát a munkahelyre sűrűbben. Oké, akkor jó futást kívánok neked, tiéd a 10.000 forintos vásárlás utalvány, szerintem ebben mindenképpen belefér egy új cipő. Kettő évig lehet beváltani. Tehát kettő évig hallottad, hogy be lehet váltani, szerintem jövő héten a mészvásárolni, nem? Megyek, igen. Oké, akkor tudom, leellenőrizzek már. Oké, köszi szépen. Köszönjük szépen neked. Jöjjön a második sportcsomag, amelynek értéke már 20.000 forint, tehát ebben már elég sok minden belefér. A következő számmal, amelyet kihúzunk, ez pedig a... 234-es és egy szívecske piktogrammal rajta. Kétszínű, 34 szívecske piktogrammal. Gyertek fel a színpadra. Sziasztok! Mindenkitől kérek egy-egy bemutatkozást. Tornali. Lili. Tornali. Akkor én testvérek vagyok, mind a hárman? Igen. Tomi, oké. És az apuka? Igen. Engedjen meg, hogy gratulálok. Végig bemutatkozást, bár mert a mikrofonba beszéltél, de azért hadd halljuk. Torna Zoltán, sziasztok! Oké, Torna család miatta meg a 20.000 forintos vásárlási utalmát. Ugye Zolival tornázhattatok a délelőtt folyamán, ő nyitotta meg a 12. Városi Igazságokat, és egy 20.000 forintos vásárlási utalmány tiétek. Mit fogtok venni belőle, apára lemolgassatok, arra költitek, amire akarjátok. Neked mi lesz az, amit szeretnél? Nem tudom. Nem tudod? De mégis valami. Mint abban azt mondja, hogy vattacukor, de nem hiszem, hogy vattacukrot veszek belőle, mert sporteszköz lehet belőle venni, foci. Akkor ebben focisztán. Oké, okay, és te mit veszel? Nem tudom. Te se tudod, majd bementek az áruházba, és majd kiváló egykátok, amit szeretek. Egy nagy tapsot kérünk, a második helyezetnek. Én láttam, te futottál a legjobb. Szerintem jó helyre megy, mert ezt a pénzt el lehet osztani, és a 20.000 forintot kaptatok. Menjetek. Nyereményként. És akkor nézzük a fő díjat, amelynek érték a 30.000 forint. Ez a rózsaszín 25-ös, és szintén egy halacska van rajta. A rózsaszín 25-össel halacska. Még tiszteletem. Sziasztok. Hello. Tőle kérek egy bemutatkozást. Ki Bence. Bence és az apuka? Igen, kis csaba. A kis családnak egy 30.000 forintos vásárlási utalvány. Nagy tapsot kérünk neki. Gratulálunk. Látom, nagyon jó teljesítettél. Édesapáddal beszéltek meg, hogy mit kérdő. Tudjuk, hogy mit szeretnél venni? Mi az, még hiányzik a sportcentrából? Milyen sportot szeretsz? Nyugodtan mondod. Foci. Erről van szó, hogy foci labdára mindenképpen telik belőle, de szerintem még testvéred van. Igen. Na, a testvérnek is lehet venni akármilyen foci labdát, vagy amit sportoltok. Egyébként sportolsz
rendszerszerűen valamit? Szoktál focizni? Tehát szoktál focizni? Igen. Jársz a körre? Ez is. Sportedzés? Igen. Oké, okay. Sok sikert kívánok nektek a 30 ezer forintban. Az ugrókötél maratonnak két elődöntője volt, majd összesítve a legjobb 6 méret tette meg magát a színpadi döntőben. Beállítjuk az Ulcsai ugrókötél hajtás alaprekordját, jó? Figyelem! Óra! Indul! És biztatást kérünk tőletek mindenkinek fent a keze, kapcsol, kiabál, annak, aki hozzátartozik, vagy a tisztelőse, hajrá, hajrá, páros lábbal, lépegetve, tiédek a teret! Kapói szemmel nézve különböző technikákat láthatunk páros lábon, három versenyző páros lábon, három versenyző pedig futva, illetve ott láttunk egy nagyon jó váltást, páros lábon futó technikára váltott a versenyző, valami szenzáció. Lehet, hogy ez lesz a győzelmének a titka, nagyon ritmusok átugrások, már-már mindenki közelít a gáztechnikához, valaki gyorsabban akarja teljesíteni, bár még a számláló egyenlőre nincs beépítve Zsuzsi néni. Ez a végére nem is álló, nem is ügyességi, hanem álló képességi verseny lesz. Fantasztikusan bírjátok. Most egy perc! Egy percnél tartunk. Minden percnél egy nagy tart. Öten vannak még versenyben. Négyen, János is befejezte. Három maradtak, három lány! Három lány, fantasztik, illetve egy több gyermekes, amit a is két lány. Igen. Fantasztikusan ügyesek vagytok, nem tudom, meg kellene kérdezni az Itát, hogy hánykor van a Mimi? Ugye addig nem húzzátok el. És hárman nagyon jól bírják. Hoppá, nem szóltam, most két perc, nagy taps, minden versenyt tapsolunk! Ketten maradtak! Kettő perc, 15 másodperc volt, gratulálunk! Lilla? Gratulálunk, Lilla! 2:15! Óriási csata! 2:30! 2:30-et tekeritek! 3 percnél rövületes tombolás. Szólok, ha 3 perc lesz. Nagyon jó hajtad, nagyon fantasztikusan hajtad, de nagyon kemény ellenfélre hatad. Szenzáció. Figyelem, 3 percen is túl vagyunk! 3 perc, ez már Ulcsai világrekord lesz, egészen biztos. 3 percnél járunk. Gratulálok! És ott a győztünk! Elképesztően. Gyere, fáradj ide középen, mert azt gondolom, hogy az ajándék az mindenképpen jár neked. Még egyszer egy bemutatkozás, hadd kérjek tőled. Karolina, hol gyakoroltál? Egyszerűen otthon vagy csak most kerültek ezekre az ugráló kötél? Otthon. Okay. Ott azt szoktad csinálni? És tévé előtt, apu valamival? De most fogod. És meg is tudod számolni azt az ugráló kötéllel, hogy mennyi az a rekord, amit még ezen felül is tud majd teljesíteni. Oké, okay. Köszönöm neked, hogy részt vettél. Egy nagy klapsot kérünk szépen! Ez év július 1-ével a csapat összeállt, megalakultunk. Célbírósághoz beadtuk a papírokat, várjuk a visszajelzést, és hogy bemutatkozzunk a Ulcsa településnek és a környező település lakóinak, ezen a rendezvényen elhatároztuk, hogy fellépünk. Az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, illetve a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság jóvoltából biztosított füstsátorral, az élelmezési sátorrésszel, az általuk biztosított légzőkészülékekkel, a tárcatűzzel tudjuk a gyerekeknek bemutatni a munkánkat, illetve mint minden önkéntes tűzoltó egyesület segíti a másiknak a munkáját. Jelenleg a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesület van itt egy gépenőfecskendővel, az ő szereknek a bemutatása, a megismerése van folyamatban, illetve 13 órától az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület fog jönni egy ezres Mercedes gépjárművel.
emelve a műsorunk színvonalát, és hát várjuk a gyerekeket, mint az előbb is lehetett látni, hogy megrohantak bennünket 10 kis apróság, fölveszik a légzőkészüléket a felnőttek, aki akarja, illetve a picik a maszkot próbálva végigmennek a füstsátorba, kicsit tapasztalva azt, hogy egy éles esetben nekünk bent mekkora a látótávolság. Ez milyen füst, vagy hogyan állítják ezt elő? Ez ködgép, az úgynevezett diszkófüst, tehát egyáltalán itt nem ártalmas, nincs az a hőmérséklet, mint az igazi tűznél. Ez csak egy ilyen optikai visszajelzés, hogy mégis milyen kellemetlen az, amikor bent egy lakásban füst van. A látótávolság nullára esik le. Miért érezték szükségét annak, hogy Ócsán is alakuljon egy önkéntes tűzoltó egyesület? Körülbelül 4 éve indult itt a lakosság körébe az igény, hogy legyen egy tűzoltó egyesület. Ez év áprilisában felmérést végeztünk a Monori kirendeltségvezetővel, illetve a Dabasi tűzoltóparancsnok úrral, és ennek az egyeztetésnek az eredményeképpen, mivel hogy csak Ócsán 36 nagyon komoly tűzeset volt, illetve a településen belül több mint 20 közötti baleset, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség, nem beszélve ugye a kár eseményekre, a víz és szél által okozott problémákra, úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk, megszervezzük, és ennek a szervezésnek az eredményeképpen 18 fő jelentkezett akkor, amikor ez az alakulás történt. Hát most már van létszámbővítésünk is. 14 órakor a színpadon debütálunk, és van olyan társunk, aki sajnos a munkájának köszönhetően nem tud részt venni, de együtt érez velünk, és várjuk a papírokat, ennek köszönhetően aztán 40 órás tanfolyamon fognak az állomány javarésze részt venni. Jelenleg egy olyan 10 fő rendelkezik 40 órás vizsgával, illetve volt hivatásos tűzoltó, vagy jelenleg is aktív hivatásos tűzoltó van a létszámban, ami azért nagyon jó. Most épp egy vaddisznós gombás pörköltet hoztak, egy kis újhagymás lascsenkával. Hogyan zajlik ilyenkor a kóstolás? Mert a borkóstolást már látunk, de ételkóstolás? Ételeket a szempontok szerint szoktuk általában figyelni. Íz, zamat, eszköz, tálalás, a különböző küllem, kinézet. És mivel hogy ketten a Karcsi Balátommal szakmai szempontból nézzük, és van két kolléga, aki független, aki csak hobbi szinten űzi ezt a szakmát, ezért mi a szakmaiságot nézzük, ők pedig a saját hobbi szintű ízlelés, tehát ők inkább azt veszik figyelembe azt, hogy mennyire ízlik nekik az étel. Mi meg a szakmaiságát figyeljük az ételeknek, a szaptosság. Amikor az ember már a 5., 8., 10. gombás ételt kóstolja, azért lehet még különbséget tenni? Megpróbálunk különbséget tenni. Általában mindig vannak segédeszközök, egy kis pohár víz, egy kis alma, ami általában semlegesítse a szánkban az ízeket, és ezáltal újra tudjuk kóstolni újabb ízeket, tehát azokat az ízeket érezzük, amik végül is magába az ételben hoznak nekünk elénk. Igen, hát a borkóstolásnál van olyan, hogy ki is köpik a bort, és akkor azt nem kell elészegedni. Tehát mi azért odafigyelünk ezekre a dolgokra. Mi jó ízűen megkóstoljuk, jó ízűen lenyeljük, és többnyire utána fogunk majd véleményt alkotni, amelyek pont alapján fognak ezek a papíron megjelenni. Mindig egy ételt hoznak, és egy ételből mindenki szed magának, és az alapján kóstolja az ételeket. Hánynál járva? Most speciál, eddig a 6. étel van, és 16 étel lesz még, amit összesen 16, tehát még 10 étel van hátra, amit meg kell kóstolnunk. Ócsai polgármester hivatal csapata érkezett egy gombás sertéspörkölttel, amit most meg fogunk kóstolni. Ki volt a főszakács? Ketten hoztuk össze. Igen. Ilyenkor a receptek azok hogyan alakulnak, így utána kell nézni, vagy azért minden háziasszonynak van a fejében legalább egy gombás ételrecept? Szerintem mindenkinek van a fejében, és akkor így összedolgozva, közösen. Mindenki hozott valamit. Igen. Hogy alakult a főszerezés? Rita. Az én voltam, tehát azt én követtem el, és akkor néhányan még után kóstoltak. Különfőztük a gombát. És az miért fontos? Hát ugye, amit ereszt levet, azt el kell, hogy főjje, és csak utána rakhattuk bele a pörköltbe, mert akkor az úgy megzavarta volna az ízét is, illetve felhigította volna, tehát ez nem lett volna jó. Azt mondják, hogy Ócsán az emberek tudnak főzni, és mindig jókat kóstolnak. Hát akkor ez az ócsaiaknak egy dicséret szerintem. Abból az napot, hogy nehéz dolgok van, mely nehéz különbséget tenni.
Na várj, akkor közelebb jövök. Azért van nehéz dolgunk, mert nehéz dolog kiválasztani azt a három legjobbat, aki mindig odaér az elejére, mivel hogy nagyon-nagyon jó produktumok szoktak születni, illetve választékosan, változatosan megy a dolog, ugyanakkor a hagyományokat megőrzve. Úgyhogy egy olyan több éves tapasztalatot lehet mondani, hogy itt igen komoly háttere és múltja van ennek a dolognak, úgyhogy reméljük a jövőre nézve is megmarad ez a dolog, úgyhogy szeretnénk, hogy megmaradj.